Sziasztok fiúk, lányok, üdvözlök mindenkit, folytatjuk a Tomb Raider 2 végigjegyzéset, és az előző rész végén elérkeztünk ide Tibetbe, és már rögtön egy sasmadár tör az életünkre, akit el kell, hogy intézzünk. És ha jól emlékszem, akkor itt ilyen lavina fog megindulni. Aha. Megindul egy lavina. Én ide be is jövök. Hello, mi? Ó, hello, állatka! Szia! Szia, cica! Nagyon jó. Tehát... így a játék már rögtön a pálya elején meg akar ölni. Itt bent. Ó, oh, itt izé van bent. Lőszer, add ide. És dupla! Nagyon jó! Na nézzük, hogy miből élünk. Még lavina! Hát mennyi? Na játék, azért nem kell ennyire megszivatni, jó? Tehát ennyire ne akarjál megölni. Na. Jó, megyünk erre szépen tovább, és előveszük a fegyvert. Ó! Oh. Azt lőtt ki? Jó, azt nem lövi ki Lara. Akkor átugrunk, és bízom benne, hogy az át fog szakadni. Baszki, de hangos voltál! Jó, nem megyünk vissza. Mász fel. Jó, oké, látom, hogy hogy kell oda bemenni. Tehát így ide, eddig legalább fel kell jönni. És eljön ide oldalra, és így biztonságban le tudunk érkezni. Jó, a pisztoly elő. Sasmadár! Igen, itt emlékszem, hogy itt van pár madárka. Ne! Nem baj, úgyis le akartam jönni. Hol megyek ki a vízből? Itt. De még van madár, én úgy emlékszem. Vagy nincs? Aztán nehogy akkor kezdj... De van madár, hallom már, hogy azé károk. Na jó, nem mászunk fel, előbb megöljük. Hol vagy? Ez itt van már valahol, mert hallom. Itt van fejem felett. Menj innen, madár! Az gyönyörű volt, Lara. Ügyes vagy. Szeretnék gratulálni. Menj már innen, madár! Neked is sajátos gravitációd van, úgy látom. Jó. Szóval, itt vissza felmászunk. Ott lent van egy élet, ha jól láttam. És... oda át kell valahogy ugorjak. Meg... arról nem beszélve, hogy... várjál már is. Ott azok... ja, hogy ott az semmi. És ott? Ott viszont van egy ösvény. Jó, mindegy. Nem azzal foglalkozunk. Oda ugorjál át, Lara. Úgy. Életet fel. Aha. Aha. Igen. És ide. Meg oda. És hogyha én ezt itt meg tudom ugrani? Meg bizony. Tehát itt bent mi van? Víz. Miért? Ó, ez azé. Ó, jégcsapos kurva anyja. Ó, a rohadt életbe. Ezt nem fogom szeretni. Ezek a jégcsapos hülyeségek. Ó. Most már értitek, miért nem fogom szeretni? Mert így majdnem megölt. Aha. Jó, akkor erre még nem jövünk el. Most azt nem mondta, hogy ide bejön egy madár, mert rosszul leszek. Jó, töltünk életet. Mondjuk ebből már fogy.
Jó, hát akkor marad az, hogy visszaúszunk, és megint átugrunk. Így. De hol károg a sasmadár? Tehát, azt szeretném tudni. Jó, akkor egy biztos, hogy majd valamikor oda el kell menni, de a másik irányból fogunk, és visszajutunk majd valamiért ide a pálya elejére. Nagyon jó. Ez is ilyen összetett és hosszú pálya. Itt a sasmadár! Jó. Na, átugrunk ide. Le ne essél, mert rögtön rosszul leszek megint megmászni azt a szart. Jó. Ide fel. Átjutottunk a túloldalra, ahol ott lesz a szánkunk. De én ezt így szépen igényesen elmentem. Savegame. És elővesszük ezt a fegyvert. Adott életet, és ráadásul nagy csomagot. Aha. Aha. Miért nem adtál ötöt egyből? Ott bent van egy kicsi. Ott. Átklippel a falon, meg ha jól emlékszem, akkor itt van egy szikret, ami annyira azért nincs is eldugva. Aha. Brr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 
beállni. Szánkózni fogunk. Na, erre a zenére itt már nem emlékszem. Ilyen retro diszkó. Tudjátok, mi jut eszembe erről a zenéről? A Half-Life 1, amikor felveszed a ruhát a laborban. Egy az egyben, ott is ilyen diszkózene szólt. Az jut eszembe erről. Aha, ez megdobott shotgun lőszert. Ezeket majd meg kell nézni, mindegyiket, hogy elütöttem. Mert itt lesznek egy jó páram. Látnék amúgy. Lara, mit csinálsz? Jó. Hát ennek a járműnek az irányítása valami förtelmesen szar. Jó. Oda fogunk majd átugratni, az is biztos, de előtte a köveket onnan el kell, hogy tüntessük. Jó, itt biztos, hogy lesznek. Ó, vannak át. Cseh. Jó. Akkor ezeket odébb kell húzni, hogy a szánnal ide át tudjunk ugrani. Ez az, Lara, húzzad. Még egyet húzzál rajta. Így. Nehogy már vége legyen a zenének, elkezdett halkulni a zene. Ugye nem azért, mert vége van. Hát így ezt így elhallgattam még egy ideig, mert bármennyire is nem az én világom ez a tuc-tuc, de a jót azt meghallgatom. Igaz, hogy nagyon kevés van, amit meghallgatok, de van, amit meghallgatok. Jó, egy picit hátra tolhatunk. Gáz. Jó. Eddig nagyon jók vagyunk. Ja, hogy ide boostolva kellett volna menni. Aha. Értem. Jó. Förtelem. Szörnyű.
De. És a pálya 80%-a ebből fog állni. Mondjuk, ha oda felugrattam volna, azt tudtam volna értékelni. Jó, Lara, nem kapkodsz. Csak szépen, lassan és megfontoltad. Erre itt estem le az előbb. Ide is boostolva kell menni, oké. Állj! Mentés. Ha-ha! Tovább jutottam. Tovább jutottunk. Na. Na, aki ezt kitalálta. Ha jól emlékszem, balra kell tovább menni, de azt ki kell nyitni, úgyhogy elmegyünk jobbra. Ha jól emlékszem. Oké. Még élünk. Ezt felveszem. Aha. Még élünk. És dupla. Oké. Szóval, ide szépen felmászunk. Hú, ez mi volt? Aha, itt a kar. Ezzel fogom kinyitni a továbbvezető utat. Aha. Jó, és itt biztos jönnek. Aha, már ott is van. Meghalsz! Van még? Emlékeim szerint kettő van. Igen. Nálad volt valami? Valamit dobott? Ott van, látom. Ó, M16-ba lőszer. Az jó, mert pont azzal öltem meg. Jó, majd megnézem a másikat is, csak ahhoz át kell, hogy ugrassak a túloldalra. Jó, nem igazán fogom szeretni ezt a pályát. Mit csinálsz, Lara? Rossz gombot nyomtam. Állj! Úristen! Pokolban van a helyednek az embernek, aki ezt kitalálta. Aha. Aha. Ja, most nézem, hogy az életem meg alig van. Ebből van 6 darab, ebből van 11. Jó, akkor most egy nagyot használunk el. Megmentjük a játékot, mielőtt még valami baj történne. Lara! Lara! Hölgyeim és uraim! A világbajnok helyben futót láthatják Lara Croft személyében. Aranyérmet neki. Mit neki futópad? Megoldja ő a hószám mellett. Na. Jó, és elvileg ezt jutottam ki. Megyünk. Jaj, de pattogsz. Jaj, de pattogsz. Na, fejezd be a lövöldözést? Ó, szia! Te is fejezd be a lövöldözést? Meg te is? Állj! Ó! Igen, erre is emlékeztem. Hogy itt van egy cica. Vagy mi az? Sárkány. Miért nem ugrottál? Cica is lesz majd lent, de... Miért nem ugrottál arra? Hm? Miért? Mikor nyomtam az ugrás gombot? Miért kellett, hogy meghalljál? Nem lősz? Most legalább nem találtál? Előbb egyszer sikerült neki. Na, bezzeg, ez eltalált most.
Állj. Szállja már le róla! Ó, játék. Jó. Tudod mit? Nem velem lehet itt alkudozni. Hopp. Így. Ennyi. Tehát akkor megvan... Mondtam én, hogy lesz cica. Megvan kettő. Nem látom őket. Pedig itt vannak valahol. Ó! Hogy nem lent vannak, hanem itt. Felőlem? Na gyere vissza! Gyere ide! Rip. Jó. Na, akkor én most ezt elmentem. Így, igényesen. Oké. És átugratunk. Ui! Na nézzük. Ugrik! Jó, eddig nagyon jók vagyunk. Ó, miben, hogy az ajtó az zárva van, úgyhogy oda sem megyek, ezek nem nyílnak ki maguktól. És ha emlékeim nem csinálnak, itt is lesz cica, mert túl nagy a terület ahhoz, hogy itt ne legyen semmi. Hopp. Ó. Aha, és már jöttek is. Hárman! Nagyon jó. Ó, oh, ez is jó volt. Gyertek, kapjatok el, ha tudtok. Kapd elő a pisztolyokat, Lara. És így szépen egyesével előjük őket pisztolyjal, töltényspórolva. Egy. Kettő. Ó, basszus. Elengedtem egy picit a kontrollt, és elveszítettük a targetet. Jó. Ugrik. Csak vissza felmegyünk. Na, várjál. Nem, ez vitt fel... Ez felvisz minket a... Hova visz fel? A zöld sárkányhoz. Ott viszont nem fogok tudni vissza átugrani a motoros szánhoz, úgyhogy erre jövünk vissza felfelé, és megyünk majd tovább. Jó. De itt legalább a cicákat elintéztük, és valahogy ezt az ajtót majd ki kellene nyitnom. Jó. Mász, Lara, mász. Meg tudod csinálni. Így inni. Jó. Ahogy ide a szán mellé érkezek, nyomunk egy F-et, mert az fontos. Oké, így toporgunk egy helyben. Nem tudom, hogy egyébként a játékban miért nem raktak autószéved, mert néha amúgy jól jönne. Aha! Ne ölj meg! Jó, állj meg. Mert én úgy emlékszem, hogy... Igen. Hogy ide le lehet jönni, sőt, szerintem le is kell, csak nem úgy, hogy a fél életemet elveszítem. Na mindegy. Pisztolyt elő. Ó, és itt van egy kulcs. Felvenném. Aha. Jó, kulcsjuk. Ha már itt lent vagyunk. Nézzünk már szét. Szétnéztem. Lófütty sincs itt. Nincs itt az ég egyatt a világon semmi. Jó. Hát akkor kizárásos alapon ebbe a lyukba bele. Ugye? Nagyon nem fog fájni elvileg. De nézzük, hogy ez hová hoz engem.
Itt van valaki. Meg a nyárdat! Adjál életet, ha már meglőttél. És nem ad. Ó, ne! Mit nyitottam ki? Láttam, hogy ezt, csak hogy ez hova visz. Ja, tudom! Jó, tudom, hol vagyok. Kinyitottam. Akkor mehetünk ide fel-vissza megint. Meg majd mindjárt megnézem, hogy a kulcs, amit felvettem, hogy mi a neve. Mert azt jó lenne tudni. Mert lehet, hogy ahol ráültem először a szára, ott ugye volt egy zárt ilyen kis viskó, és lehet, hogy azt. Majd ez mindjárt kiderül. Pihanatokon belül F-et. Igen. És a kulcsnak a neve pedig Drawbridge Key. Az nem hiszem, ez valami hídnak lesz a kulcsa. Úgyhogy ez még nem. Akkor mennünk kell még tovább. Jó, állj. Mentünk, mert átjöttem. Tudom, most volt mentős, de jobb a békesség. Aha. Jó, erre emlékszem és utálni fogom. Tök menő néz ki, hogy be van fagyva a víz, belátsz alá. Oda kell majd átjutnom valahogy. Na várjam. Mert. Állj meg. Csak úgy pusztán kíváncsiságból. Ezt azért elmentem, mert hogyha ide kell a kulcs, és megcsinálom a hidat, lemerem fogadni, hogy lesz társaságom. Vagy nem? Na mindegy, ide én el tudok jönni? Nem, erről lecsúszok. És hogy ez nem nyert. Jó. Akkor mehetek tovább. Óvatosan. Ha-ha! De legalább van tábla, ami figyelmeztet. Tűz! Csak azért jövök vissza, hogy megnézem, hogy itt esetleg fel lehet-e menni, de nem. Nem úgy néz ki. Úgyhogy erre jövünk tovább. Ez mi az Isten volt? Mi volt ez a nagy robbanás, mielőtt leestem volna és meghaltam? Ez mi volt? Szeretem az ilyen dolgokat, amikre már nem emlékszem. Jó, szerencsére most volt mentés, tehát ezzel legalább nem kell kínlódni. De mi volt ez a meglepetés? Jó, akkor ahogy átérünk, elmentem megint, hogy ezt a hidat ne kelljen állandóan nyitogatnom. Jó, erről nem akarok beszélni. Így. Így. Hát itt van egy nagy robbanás. Hogy ne tudjak visszamenni. Aha, értem. Tehát itt.
Elmész anyádba. Még egy. Vagy várjál? Nem, visszajöttem ugyanide. Na ez... kibaszás. Ez kibaszás. Hát nem is estem akkorát, hogy robbanjon ez a szar. Jó, lényeg az, hogy a lavina összetörte itt a jeget, és itt van valamilyen kulcs. Ezt kérem. Csá. Dobtál valamit? Ha igen, akkor az beklippelt a földbe. Jó, új szánom van. Milyen kulcsot vettem fel? Hát ki. Együnk a Pizza Hutba. És ezzel tudok lőni. Na várjál, ezt nem tudom kinyitni semmivel. Dehogy nem. Leszállnék róla. Új zene van. Megint a helyben futás világbajnok. Na ez hova hoz? Jó, hozom a szánt. Az a biztos. Az a biztos, hogyha hozom a szánt. Nagyon betegek ezek a zenék a játékban. Jó. Ja, ezt tudom, hogy hol van. És ez nekem miért jó, hogy ez így itt van? Hát ott már voltam lent. Hát te hülye vagy. Én ide nem akarok eljönni. Na menjünk vissza. Jó, Allara, ügyes vagy. Így. Na várja, várja, mert ezen a szánon nincsen boost. Ezen nincsen turbó. És a turbó gombbal lövök. Tehát, jó, ezt be tudjuk halálnak. Akkor... nem. 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 Melyik gomb lehet? Jó, hozom a másik szent. Mert ezzel nem fogok tudni átugratni. Ez így kellemetlen. Ez így kellemetlen, mert ezzel a szánnal nem lehet turbót nyomni. Lara! Köszönöm. Életbe, majdnem leestem megint. Go!
És ez is éppen, hogy át tud menni. Óvatosan. Ó, eddig nagyon jók vagyunk. Ó, eddig nagyon jók vagyunk. Csak nem kéne meghalni sehol. Állj! Mondom, sehol! Állj meg! Nem haltam még meg! Még nem haltam meg! Még nem haltam meg! Még nem volt robbanás meg ilyenek. Itt megyünk. Jó. Eddig meg vagyunk. Nem jó! Meghaltam. Állj meg! Állj! Jézus úristen! Az ott egy ember? Nem, cica. Amúgy is a szánnal csak eddig tudok visszajönni. Nem tovább. Úgyhogy ideig biztos, hogy tehát ennél tovább már nem megyünk szánkóval. Majd lesz másik. Na gyere, cica! Hun vagy? A túlvilágon. Még valami meglepetés? Küldjél rám egy hadsereget. Azt szeretném. Meg... ilyen helikoptert, meg... mindenféle szarságot. Bebaszna, hogyha lenne. Na! Tehát elvileg ehhez megvan a kulcsunk. Mondom... a kulcsunk. Igen. Eddig nagyon jók vagyunk. Alig haltam meg végtelenszer. Jó, itt az életet fel... Uzilőszer. És nem is kevés. Meg itt van ez. Kettő élet? Rosszat sejtek, meg itt van egy kar. Ó, jó napot kívánok! Úristen, honnan? Miért nem mentettem el a játékot? Miért? Pisti, máskor mentsd el a játékot. Mindig két percenként mentesz, meg lépésenként. Most ezt miért nem tudtad megtenni? Jó, végülis nincsen olyan messzi, csak akkor is. Egyszer. Lőjed már. Kétszer. Elő az uzikat. Nem, inkább a... ezt. Jó, tehát azért volt ott kettő darab élet, hogy az olyan keménytökű emberek, mint például én is, akik ilyen negyed HP-val rohangálnak, tök bátran, mondván, hogy úgysem halnak meg, hogy azok is töltsenek életet végre. Tehát ott azért van kettő. Nem másért, ezért. Szóval, felveszek mindent. Meg nem véletlenül volt itt a Uzi töltény is. Várjál, mennyi ez? Van 564. 564, ha ezt felveszem. Lesz belőle 724. Amán valami, a mennyiség. Jó.
élet, meg mentés. És jönnek. Én kimegyek hozzájuk. Hagyjatok békén. Így. Úgyse jönnek ide fel. Remélem. Meghalnék már. És... Ah, jó van. Legalább te voltál olyan bátor és adtál lőszert. Igaz, hogy nem úziba, de legalább adtál valamit. Haverod az buzi, ő nem adott semmit. Ő sem adott semmit. Ő viszont igen. Mit adtál? Ő adott uzi lőszert. Na, te voltál a legokosabb mindközül. Tudtad, hogy milyen fegyverrel ölnek meg. És olyan lőszert dobtál ki. Jó, mentünk, még egyszer ne kelljen ezt megcsinálni. Fejed, Lara. Pesztolyt elő. Hátam mögött kar, valami? Nem, nincs. Jó. Íj, az anyja. Na ez lesz még érdekes. Erre a részre már nem nagyon emlékszem. Vagy de. Lehet, hogy... Üssél el nyugodtan! Tehát elő az M16-ot, a kurva anyját. Nem, inkább a uzit. Uzit kellene. Jó, valami olyan pozíciót kéne keresni, ahova tudja, hogy nem tud felmenni. Így. Szép álmokat? Dobtál valamit? Az életedet. Semmi mást. Jó. De legalább van egy szánkóm. Jó. Oda fel lehet mászni, és ha igen, mi van ott? Fel lehet mászni, de nincs itt semmi. Jó. Élet. Csak egy kicsi. Meg egy mentés. Hí, az anyját ez a pálya, ez megint olyan, hogy fú. Na, van egy szánom. Megszánt a játék. Haha. Állj, melyik oldalt kell menni? Te figyelj már, itt hogy megyek át? Ezért nem ugrabugrálunk. Ó. Szóval, hogy megyek át? A szánnal kell gondolom, mert más nincsen. Ott nem. Át! Ez meredek lesz, de megoldható szerintem. Ajjaj. Meg fogok halni. Nem. Jó. Így. Mentünk egyet. És lemegyünk azért a sárkányi. Mert akkor megvan az összes. Bazd meg! Oh. Jaj, jött még! Na, elmész francba, van még? Nem, nincs. Ez de szemét volt. Aha. És nem kevés uzi lőszer, mennyi ez most már? Ja, az van kiválasztva. 837. Lesz olyan pálya, ahova kelleni fog, de mondjuk oda inkább az M16 kell, mert ott neki nagyobb a range-e, messzebbre tudok lőni majd. Inkább az fog kelleni. Úgyhogy azt mondjuk, az a spórolom kellene.
Már lesznek itt nagyon kemény legények még. Tehát ezek így azokhoz képest ilyen kis cserkészek, akiktől el szoktad venni a nyalókát, hogyha olyan kedved van. Egy F-et. Save. És menjünk. Tűz! Óvatosan, állj meg! Hagyj nézzek szét, mielőtt lemegyek. Á, ott már van egy szám. Kettő szám. Anyátokat, hogy föl tudtok jönni? Fel bizony. Egy megvan. Hol vagy? Na nézzük, hogy dobáltak-e. Semmit. Se haverod. Se semmit. Miért nem dobtok semmit? Úristen, melyik volt az enyém? Úristen, nem tudom, melyik volt az enyém. Tök mindegy. Ott van egy kő, azt el tudom majd húzni. Legalábbis gondolom, hogy húzni kell. Várjál. Hát a pálya kialakításból lehet, hogy húzni kell, igen. Várjál? A francot, ezt tolni kellett volna. Na, még egyet nem tudok rajta. Jó, akkor visszatoljuk. Ezt tolni kell. Mert még egyet nem tudok rajta húzni, hogy be tudjak menni. Hülye Pisti, gondolkozzál már mielőtt cselekszel. Toljad még? Ide kell behozni a szánkót. Már lőnek? Hagyj vegyek már levegőt. Jó, most meg fogtok halni. Baszó fegyverem van. Szánkó. Még valaki? Megnézem, hogy adtak-e. Ennyiből szar ez a szán, hogy mindig meg kell nézni a hullákat. Mert hogyha a rendes kézifegyverrel ölöm meg őket, akkor simán oda sétálok hozzájuk. De így meg le kell szállni, visszaszállni, macera, etc. etc. Állj. Aha. Na meg elmész anyádba. Olyan messziről. Hajj már meg. Jó, csak így, így lenézek. Nem kellene leesni, az már biztos. Akkor innen, hogy megyek le? Úgyhogy életbe is maradjak. Ezt ki kell találni. Mert oké, szép és jó, hogy ide bejöttem. De ez itt ennyi. Tehát oda bemegyek ki, és ott vagyok. Tehát valamit ott kell kitalálnom. Ú, basszus, miért nem emlékszem jobban a játékra? Kurva életbe. Hát... Egyszer élünk, meg kell próbálni. Meg kell nézni, mi van ott
amögött szerintem a levezető út. Hát ezzel nem tudok lemászni, az már biztos. Jó, ez nem csúszik. De még ez is rohadt magasnak tűnik. Jó, megnézem. Úgyis most volt elmentve. Igen, valahogy sejtettem, hogy magas. Tehát tök mindegy, hogy mennyi életem van, itt így is úgyis kitöröm a nyakam. Ó, banyek. Ó, itt ki kell akar találni valamit. Menjél már! Jó, ezt megkerültem, szétnéztem, semmit nem találtam. Igen. Jó. Ez eddig rohadtul semmi. Csak az van ott. Hát ennyi. Hát itt most... hova? Próbálja meg több élettel. Próbáltam több élettel, de nem hiszem, hogy az kéne. Nem. Egyszerűen nem látom, hogy innen most hova menjek. Ha megpróbálom teli élettel, de szerintem akkor is kitöri a Nem! Teli élettel nem! Ó. Oh. Teli élettel nem. Na ez eddig egész jó. Teli élettel nem. Ez viszont már biztos, hogy fájna nagyon. Ez már túl magas. Jó, nem gond. Hát figyelj, egyszer élünk. Hol mászunk ki itt? Ó, figyeld már, mi van itt? Állj! Ja, hogy a pálya vége van itt. Mégis megvannak a szikretek, meg minden. Jó, figyelj, F5. Ezt így elmentem. És akkor, srácok, nem akarok belekezdeni új pályába, mert ez is elég hosszú volt. Illetve a következő... hogyha megcsinálnám, tehát is az is lenne egy ilyen 50 perc, az már rettenetesen hosszú lenne. Úgyhogy inkább legyen egy rövidebb rész, mint hogy egy rohadt hosszú. Hát ilyen ez a Tomb Raider 2, hogy ebben azért vannak már hosszabb pályák is.
Főleg úgy, hogyha nem tudod, hogy mit kell csinálni, mert nem emlékszel rá, mert ilyen születésed előtt játszottál vele. Úgyhogy ja, innen fogom folytatni legközelebb, addig is szevasztok!